word for me to say this. It's coming from my heart. It's been a long time coming, but we didn't fit fell apart. We didn't want to work this out, but I don't think it's gonna change. I know what you know. Think it's best we go our separate ways. Kibírod. Tisztelt nász nép! Azért gyűltünk össze eme szent helyen, hogy tanúi legyünk Mihály és Mária Szent Frigyre lépésének. Ebből a stílusból azt gondolom, hogy ennyi bőven elég is volt, mert igazából nagyon kevés olyan élettel teli és vicces és bevállalós házaspárt ismerek, vagy leendő házaspárt még csak, mint Mária és Misi. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves családot, a kedves ifjú párt, először a kedves családot, a rokonokat, barátokat, a gyülekezetet és mindenkit, aki itt van ezen a lehet, hogy kicsit túl szépre sikerült napon. Olyan jó együtt lenni a Máriácska és a Misi örömébe, ők igazán egymásra találtak. És hát úgy kezdődött a sztori, hogy mondtam a Máriáskának, hogy a tánctanárod nem léphet be az én házamba egyelőre. És akkor hazajöttem egyszer csak, és nagyon jó hangulatban voltam, ezek ott kínültek a kocsiba. Mondom, miért nem jöttök be? Hát jó, bejöttek, mondom, mi van? Hát apa, te mondtad, hogy a Misi nem jött be. És akkor olyan csodálatos dolog lett az egészből, hogy a Misi nem csak, hogy... Már nem tudom, milyen titulusban vagyok, én após leszek, vagy? Barátod, igen, a barátok lettünk, méghozzá komolyan. Tehát nem csak úgy felszínesen, hanem egy olyan kapcsolat alakult ki közöttünk, hogy talán a gyerekeimmel van ilyen. Az én szerelmesem enyém, és én az övé, aki liliomok közt legeltet, míg len meghűsül a nap, és az árnyékok elmúlnak. Térj meg, és légy hasonló én szerelmesem az őzekhez, vagy a szarvasoknak fiaihoz, a Bétel hegyein. Ez az énekek éneke, ez egy szerelmes vers az egész, egy részt olvastam fel benne, és itt van egy olyan szakasz, hogy fogjátok meg a rókát, ami pusztítja az én szőlőmet, és hát édesapám is szőlős gazda, és tudom, hogy a rókák beszoktak menni a szőlőbe, és alulról megették a szőlőt, ugyanúgy még a seregélyek, és hát egy szerelmes énekbe hogyan kerül bele a róka, hogyan kerül bele ez az egész történet, és arra gondoltam, hogy ma a házasság nagyon nagy veszélyben van, és nem tehetnek róla a fiatalok, hogy nem akarnak házasodni, nem kell őket bántani, nem tehetnek róla egy csomó mindenről, mert valahogy a rókák pusztítják ezt a gyönyörű szőlőt, amit Isten azért teremtett, hogy virágozzék. És... az Efezus levélben most már nem olvasom, de ott mondja a 6. részben a Biblia, Pál apostolon keresztül a Szent Szellem, hogy
hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, de felette nagy titok ez, és a Krisztus és az egyház is hasonló ehhez a házassághoz. Az első róka, ami talán pusztítja a házasság szőlőjét, az az, hogy a szülők nem tudják elengedni a gyereket. És igazából nagyon ugye az autónál van a jobb belső ülést, hogy hívják? Anyós ülés. Na most nem akarom az anyós vicceket elkezdeni, tehát távol legyen tőlem, de ez a sztori, ezek a dolgok azért történtek meg, mert sokszor az anyuka, apuka valahogy a gyerekét jobban szereti, mint azt az embert, aki jött a családba, és akit nem ismert. A kislányát, kisfiát ismerte 24-5-6 éven keresztül, és gyakorlatilag minden rezdülését ismeri. Könnyű! Helyzeti forba vagyok én a Máriácskánál a Misivel szembe, mert én ismeretem a Máriácskát kiskora óta. És ebbe a helyzeti forba nem élhetek vissza ezzel a helyzeti előnyömmel, mert nekem ezentúl egy dolgom van, hogy az ő boldogságukat ápoljam. Az ő boldogságukat elősegítsem, hogy sikerüljön nekik. Mert nem könnyű ma egy házasságot elkezdeni. De a szülőknek nagy felelősségük, hogy amikor veszekszenek, kibékítsék őket. Amikor az egyike úgy gondolják, hogy az ő fiacskájuknak, vagy az ő kislányuknak van igazuk, akkor nem kell mindjárt annyira igazat adni, hanem inkább megkeresni a megoldást. Azt mondja, elhagyja apját és anyját. Ehhez szükséges, hogy a szülő elengedje. Ez egy olyan nap, amikor ők örülnek, de a szülők sokszor sírnak. De én nem sírok, én elengedem. Nem csak, hogy elengedem, hanem azt kívánom neki, hogy boldog legyen. Emlékezzetek erre a napra, hogy Isten adott nektek egy ilyen csodálatos napot, hogy örvendezzetek. És bátorítok mindenkit, még azokat is, akik elrontották esetleg a házasságukat, tönkrement az életük, hogy lehet újra kezdeni. Isten az újrakezdésnek az Istene. Senki ne szomorkodjon. És legyen ez egy vidám nap, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket. Csodálatos, mint a szalámi rendszerűség. Jó lesz a társaság. Lady.
fogok segíteni a gyerekeknek a matematika házi feladatnak. Százalékban kell kifejezni, akkor a matekhoz kb. Marcsi olyan 5%, én meg kb. 6. Ezért én. Nem baj, Misikém, bízunk benned, matek zselék lettek a gyerekeitek. Papa, papa, jó matek volt. Matekba segít. Elküldjük a gyerekeket a papával. De másik papa is jó matek. Igen. A recipokkal szózunk, ha osztunk. Ennyi! Kimár gondolom, azt sem tudják, hogy kiről beszél. Igen. A következő kérdést az közösen fogjuk feltenni. 3, 2, 1. Ki mondja már meg Karesztak, hogy nagypapi lesz? A következő feladat ugyanis a szituációs játékok. Azt találtuk ki nektek, hogy bizonyos nem túl kellemes helyzetekbe kell kerülnötök, és azt kell együtt, közösen megoldanatok. Ha csináltam valami nagyon durva dolgot, akkor nagyon fogsz rám haragudni? Nem tudsz olyan durva dolgot csinálni, miért haragudnék rád. Leöntöttem a vadonatúj fehér cipődet. Festéket? Tévedtem. Mi a megoldás? Ez? Csavarjátok ki a szívemet mélyéről, ez a cipő az a legdurvább dolog. Életemben egyszer néztél rám csúnyán, amikor ráléptem a cipődre. És ezért én találtam ki ezt a játékot. Hogy... Várjál, tehát a prédikációm... Ma pont erről beszéltem, az érzékenységről. Neked ez az érzékeny. De Mária véletlen öntötte le. Tehát ő a beadandóját csinálta. Szerintem direkt öntötte le. Ma is nagy cipő! Csak annyit, hogy egyszer a Tomiéktól kaptam egy olyan cipőt, amire az van ráírva, hogy utálom, ha rálépnek a cipőbe. Szóval nincs megoldás? De van megoldás. Milyen színű festékkel öntöd le? És milyen, a fehér cipőmet? Igen. Hát akkor bemártjuk az egész cipőt pirosba. Ennyi. Csak össze szeretném foglalni a helyzetet, tehát Maris az utolsó sorban táncol, Misinek van egy leöntött cipője, és mindez Borsod, Habaúj, Zemplén megye utolsó Isten háta mögötti falujában, vele valább szeretitek egymást! Most az a lényeg, hogy itt lesz egy rakat férfi kacsó, és neked fel kell ismerned, hogy melyik Misié. Gyere, szépen együtt megnézzük őket, ez lesz az első. Na, szerinted ez olyan, mint Misi? Jó, megnézted alaposan, tovább megyünk, hát a következő meggyőzőbb lesz, de azért jegyezd. Kati, tetszik neki. Válasz. Mi? Szerinted. Először szerinted ő volt? Hát, most kell válaszolni. Azt mondták, igen. De... Hadd nézzem már meg a többit. Megnézni a többit. Átgondolt. Ez most egy új. Nem, ez ne foglalkozz. Kati, hangosan gondolkozz. Hangosan gondolkozz. Ennyire tetszik? Ez nem jó. Ez jó, megyünk tovább. Ez sem. Jó, következő. Ez ő. Nagyon szép, gratulálunk! Nyújtják a kezüket, ő a vers. Ide, várjál. Nem, ő, igen. Na, mit gondolsz?
Ez a Lillának a keze. Nem a Lilla, de végül is nem is a Már. Nem mondjuk ellen. Következő. Bizonytalanságban. És nézd végig az összeset, okosan, türelmesen, nyugodtan ráérsz. Na, vélemény? Megöleltél egy idegen nőt! Bocsánat, hogy nem lettem végig. Misi, pedig... Pedig én nem! Kérci, ez gyere! Fordulj meg! Bocsánat. Pedig az az igazság, hogy végig kellett volna nézned, mert hogy itt van még egy csomó nőre, ennyire biztos voltál benne? Ennyire biztos voltál, és miért voltál annyira biztos? Honnan, miből tudtad? Mi volt az a dolog, amiből tudtad, hogy ez ő? Várjál, leveszem ezt. Vedd le nyugodtan, óvatosan, finoman. Miből tudtad, hogy ez ő volt? Nem tudom. Nem, a gyűrű nem is volt rajta szerintem. Nem, nem volt. Mi az, ami annyira jellegzetes a Mária kezében? Hogy is mondjam? Hát olyan gyengéd női keze van, olyan finom, olyan... Rövid vagy hosszú ujjai vannak? Rövid. Hosszú körmei vagy rövidek? Rövid. De jól ismered. Sokat fogtad a Maris kezét? Egyszer, kétszer kb. Előfordult? Jól van. Azok azt hírem van, hogy szóval neked el lehet terelni a figyelmedet. És ha szétnézel a magyar szívet, közben elrabolták. A kérdések mind csak arra mentek, hogy közben sikeres akció legyen. Ezért neked bizony komoly feladatokat kell végrehajtanod, hogy a mennyasszonyt visszakapd. Tessék jönni! Mehetünk! Akinek a szemeki, ott, kinek 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 a szemeki, ott, kin
játszom egy-két. Eladó a menyasszony. Az a szín, akinek köszön egy év. Hogy minden gond, szok meg tegyedben. Nem az enyém lelve, nem én sötét. Én se vagyok a babának elég szín. Mert az a szín, akinek köszön egy év. Hogy minden gond, szok meg tegyedben. Nem az enyém lelve, nem én sötét. Én se vagyok a babának elég szín. Mert az a szín, akinek azt szövegé, hogy kinek a szövegbe kérde. Nagy válaszom van a mennyasszony, forgatja a kanyarévé, sajnálja a szövegé. Forgatja a kanyarévé, ilyen az oda a bal! Sajnálja a szövegé. Egyeveres volt itt a messze, angyalokon önök. Most is négyszerre vagyok, tényleg, angyalom a ragyagom, szeretem a bort. Ha lábadom, alig-alig állok, mégis szeretnek a lányok, angyalom a ragyagom, szeretem a bort. Ha lábadom, alig-alig állok, mégis szeretnek a lányok, angyalom a ragyagom, szeretem a bort. Azért a romsági festre, angyalom a ragyagom, és mindenki tapsol! Az ifjú pár! Give me a little spice. I see it. It's like the stage.
what you want to give me. I said, yo man, you can make me a dreams, but you got to know what you know, man. This is Iris himself. I said, yo man, what your price to sell? I said, go to Teddy YMCA. So you can help you hide today. Now you're cheating. Minden hangot is vegyek a zongorát.